Vályokház, röntház, szalmaház. Újra tele vannak a közösségi médiumok az alternatív építészeti lehetőségekkel. Az év második felétől a beruházások fellendülésére és a csokos építkezések beindulására számítanak a szakemberek. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak a hagyományos téglaházak, hanem a környezettudatos alternatív építésű lakóingatlanok száma is nőhet. A legrégebbi, ma is álló szalmaházak közel 100 évesek, azonban sokáig elfeledett és mellőzött technikai megoldásnak számítottak ezek az épületek. Az utóbbi években kezdték újra felfedezni ezt az építészeti és szigetelési lehetőséget, aminek legfőbb oka a környezettudatos és az energiahatékony szemlélet elterjedése volt. Az építések számának növekedésével a szalmai épületek száma is nőtt. Egyes szakértők azt várják, hogy robbanásszerűen megugrik a kereslet ezekre az épületekre, azonban az engedélyezés és az előírásoknak való megfelelés jelentősen visszavesz a szalmaházak építésének lendületéből. Mindenképpen érdemes ezeken elgondolkodni. Ha ez affinitással bíró tervezőt, építészt sikerült találni, vagy aki ebbe valamilyen gyakorlatot már szerzett, keresztül lehet verni ilyen logikával születő épületeket is az építési engedélyezés rendszerén, de mivel ezek az egyedi műszaki megoldások, mondjuk a szalmabál alkalmazása olyan minőségtanúsításokkal nem rendelkeznek, ami egyébként egy épület, tehát egy építkezés során a beépített anyagok teljesítési mutatóit igazoló iratokat prezentálni kell a műszaki átadáskor, hogy amikor készen vagyunk, egy szalma bála, aminek a minősége adott esetben az adott bálázógépnek a hatalmas tudásától is függ, hogy most az éppen elég tömör, vagy éppen nem. Magyarul ezek a folyamatos, azonos minőséget nem tudnak nyújtani. Nincs ebben gyakorlatom, hogy ezekben az esetekben mérésekkel, vagy egyéb bonyolult számításokkal hogyan kell tudni igazolni azt, hogy ez az épület, ami így létrejön, ilyen eszközök, anyagok felhasználásával, hogy elégíti ki az egyébként rájuk is vonatkozó általános előírásokat. Köszöntöm a stúdióban Zalatnai Lászlót, az Energia és Környezet Alapítvány elnökét, illetve a szalmaházak építőjét és ismerőjét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a meghívást. Talán kezdjük a közösségi médiát, amit a bevezetőben említettem, és néhány fogalmi tisztázást. Azért az látható, hogy ezek a cikkek, amik mondjuk úgy heurisztikusan tekintenek ezekre az alternatív megoldásokra, köztük a szalmaházak építésére is, úgy tűnik, hogy összemossák egy picit az olcsóbb és könnyen felhúzható házakat a környezetbarát házakkal, és azért a kettő között azért ez nem mindig ugyanazt jelenti. A szalmaház az olcsó, vagy környezetbarát, vagy mindkettő? Én azt gondolom, hogy a szalmaházat lehet olcsón is építeni, meg lehet nagyon drágán is építeni. Ez a meglévő ismeretektől függ, hogy mennyire férünk hozzá. Az előző bejátszásból nagyon jól lehetett érzékelni azt, hogy például azok a úgynevezett műszaki paraméterek, amelyek elhangzottak, hogy nem biztos, hogy megfelelő minőségben rendelkezés állnak, ezek rendelkezésre állnak. Csak nem úgy vannak, hogy fenn vagy valamilyen hatósági oldalon, hanem például az alapítványunk honlapján van fenn, mi nagyon sok vizsgálatot, kutatást végzünk, és ami van eredmény, azt kirakjuk, van tűzteszt például, megnéztük az EMI laboratóriumban, megépítettünk egy 3x3 méteres falat, egy emeletnyi tömeggel meg volt terhelve, 1000 Celsius foknak tették, ilyen nagy olajégőkkel égették az egyik oldalát, a másik oldalán mérték a melegedést, és hát 45 perces értéket megkapta, ez azt jelenti, hogy nehezen éghető kategória, tehát ebből akár tűzfalakat is lehet építeni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Magyarországon ma már az engedélyezés nem probléma. Durván 50 házról tudunk, ez ilyen exponenciálisan növekszik. 2000-es években indult el az első ház építése, egy-két házat építettek az első években, és pont a közösségi médiának köszönhetően 4 éve mi folytatunk egy elég intenzív kampányt a közösségi médián nagy részben, és ennek köszönhetően úgy látom, hogy a következő években robbanásszerűen fognak nőni. Most a következő 1-3 évben, ami tudomásunk szerint 500 háznál több terv van itt Magyarországon, ami azért azt jelenti, hogy egy ilyen ismeretlen új technológiánál, hogy nagyon nagy növekedés. És ugye, igen? Bocsánat, csak pont itt, hogy az ismeretlen új technológia, illetve ezek a szabványok, ugye a technológiája
maga, mert ugye két dolog van, az egyik maga a szalma bálának a tömörsége, illetve a szabványa, hogyha lehet ilyet mondani, a másik pedig a technológiának a kiforrottsága. Tehát mondjuk, ha tégláról beszélünk, akkor ez már néhány évtizede tudjuk, hogy az X-falazó tégla az ilyen tulajdonságokkal bír, és bármennyit vásárolhat az ember belőle, mert ugyanolyan tulajdonságai lesznek. A szalma bála építészetnek mondhatjuk azt, hogy készülnek így a szabványai, ami, illetve mondhatjuk azt, hogy a technológiája egyre inkább kiforrad, hogy egyik vagy másik szalma bála ház építése az nem egy építészeti kísérletté válik a dolog, hanem hogy ilyen magabiztosan fölépíthető és beköltözhető. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne kísérletezzünk a saját házunkon, tehát annál már jobban állunk. A szalma bála építészet nem egy technológia, van legalább három alaptechnológia, és plusz a hőszigetelés bálával, értve szalmával, ami nem bál, hanem vékonyabban is meg lehet ezt oldani. A legegyszerűbben, ami elterjedt ma Magyarországon is, ez a vázas épület, amikor van egy faváz, vagy tégláváz, vagy betonváz, vagy bármilyen vázszerkezet, amit ismernek az építészek, jól tudják számolni a statikát, a tetőt elbírja, és akkor a falazat kitöltése, hőszigetelése használják a szalmát. Itt gondolom, ez a legkönnyebb az engedélyezés szempontjából. Abszolút ez a legkönnyebb. A következő, ami legrégebbi, ez az önhordó épület, amikor a szalma viszi a tetőnök a tömegét. A nagybálával éppen most mérünk, a Műszaki Egyetemen van egy mérésünk, egy közösségi finanszírozásban próbáljuk megoldani ennek a költségeit. Úgyhogy mindenki, aki ebből szeretne hozzáférni, mert az engedélyezéshez kellnek majd ezek az adatok, akkor azt tőlünk töredék áron ahhoz képest, amennyiben minden egyes vizsgálat külön kerülne, megszerezhesse. Magyarországon van már kísérleti szempontból egy-két olyan ház, ami ilyen önhaldó. És akkor a harmadik nagy technológia, amikor egy vázas panelépület, pontosabban nem vázas, hanem panel szerkezetet csinálnak, egy műhelyben a falat legyártják, és kamionokkal helyszínre szállítják, és ott rakják össze, mint egy klasszikus panelépületet. Magyarországon még egy ilyen ház épült, de a technológia világszerte hihetetlen módon fejlett. Angliában, Lengyelországban nagyon sok cég foglalkozik ezzel. Ők meg is kapták a német passzívházintézettől a passzívház minősítést. Tehát nagyon-nagyon komoly technológiai felkészültség áll nemzetközi szinten is emögött. Az is elhangzott itt az anyagban, hogy maga a technológia, vagy hát ez a gondolat, hogy szalmával szigeteljünk, vagy ebből építkezzünk, azért ez több száz éves dolog. Hát említhetnénk még ilyet akár a zsindelytetőtől a szalmatetőig, hogy a legegyszerűbbeket mondjam, vagy a náttetőig. Vannak-e szakemberek? Ugye az elhangzott itt, hogy azért az építés szakma és az engedélyezés nem feltétlenül abszolút felkészült erre a dologra. Vannak-e olyan szakemberek, akik az építésnek a menetét, vagy ennek a rutinját ismerik, vagy hát a tapasztalatait annak, hogy milyen hibákat lehet adott esetben elkövetni? Megvannak-e erre a szakemberek, akinek adott esetben hát nyilván megfelelő végzettségének is lennie kell? Természetesen. Ugye pár évvel ezelőtt még az egyetemeken azt mondták, hogy ebből nem lehet házat építeni, most pedig azok a diákok, akik mégiscsak így szakdolgoztak, ők már építésztervezők, meg hát vannak más építészek, ezt megismerték, megszerették, sőt kutatják. Mi együtt dolgozunk a BME-vel, meg más egyetemmel, más kutatóintézetekkel, illetve építészekkel. Tehát vannak önálló kutatások is, ami ezen a téren zajlik. Viszont azt látom, hogy a kereslet, az igény, az építető igény sokkal nagyobb, mint a szakember háttér. Ez egyébként nem csak a szalmához illik, ugye az építőipar az elmúlt években nagyon leépült, és nagyon sok cég megszűnt, vagy külföldre mentek a szakemberek dolgozni. Úgyhogy mi ezért bevezettünk egy képzési rendszert. Mind az építetőnél nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit akar, gondolja át, még mielőtt neki áll bármiből építeni. Legyen tisztában a jogszabályokkal, hogyan lehet kalákát legálisan, hogy ne fekete munkában kelljen építkezni. Tehát ezeket mi csináljuk, illetve keressük folyamatosan a szakembereket. Nagyon sok képzést tartunk, gyakorlati képzést, elméleti képzést, úgyhogy szépen épül ez. Én azt látom, hogy országosan jól állunk ebben. Viszont beszélgetésünk végén is visszakanyarodva, hogy alakul legyen a történet, körülbelül átlagosan mennyibe kerül megépíteni egy ilyen házat, és ugye hát itt a passzív házról beszéltünk, vagy hát ugye azért érdemes leginkább, mert energiahatékony, körülbelül milyen megtérülési idővel lehet számolni? Fú, ez nagyon izgalmas kérdés, mert nagyon nehéz kiszámolni, hogy éppen az adott házban mit rakunk be, és mennyibe kerül. De ha átlagoljuk mondjuk így. Hát azt mondom, hogy a szalmaházak magyarországi gyakorlata az a 120 ezer forint per négyzetmétertől a 300 ezer forint per négyzetméterig zajlik, és nem a szalmán múlik, hiszen a tető, belső válaszfalak, alap, nyilázárok, ajtó, ablak, burkolatok, tehát nagyon-nagyon sok minden nem múlik egy épületnél a költségvetése. Viszont azt tudjuk, hogy egy 120 négyzetméteresnek az éves fűtési költsége az 45 ezer forint. Azt gondolom nem olyan rossz. Magáért beszél. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is.